Van ilyen, hogy elszakad egy ilyen tökre? Mi van például, hogyha az égőháznál csőtörés van? Hány méter a vízsugár, ami kijön a Véde. Záporoztak a fiataloktól a kérdések a katasztrófa védelem szakembereihez. A nyíregyházi parancsnokságon jelenleg 15 középiskolás végzi előírt közösségi szolgálatát. Az 50 óra teljesítése ugyan kötelező, de a diákok nem csupán egy kipipálandó feladatként tekintenek rá. A közösségnek mindig fontos volt a segíteni illik, úgymond a közösségnek. És ez a kötelező 50 óra ezt megadja, hogy mindenki valamennyire részt vegyen a közösségben, valamennyi segítsen. Nem csak tűzoltásból áll a tűzoltók élete, de mit csinálnak még? A kíváncsiság is hajtotta a fiatalokat, amikor a katasztrófa védelmet választották. Nem tudtam például, hogy hogy vannak ők beosztva, vagy hogy mi a munkaidejük, és ugye ezt is megismertük, vagy hogy mit csinálnak, ugye, mikor nincsenek riasztáson, vagy hogy működik, mikor riasztás van, hogy mit kell akkor csinálniuk. Ezeket mindet a héten tudtam meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katasztrófa védelem a kezdetektől lehetőséget biztosít a fiataloknak közösségi szolgálatuk teljesítéséhez. Közel 50 oktatási intézménnyel tartanak fent kapcsolatot megyei szinten. Csak a nyíregyházi parancsnokságon évente 21 középiskola több mint 200 diákja vesz részt a foglalkozásokon. Ez azért is fontos, mert akik ezt választják, azok elhivatottságot, elkötelezettséget éreznek a társadalom iránt oly mértékben, hogy képesek lennének segíteni, és hogy milyen hasznos dolgokat tudnak, olyan információk birtokába jutnak, akár a tűzvédelem, akár az iparbiztonság, akár a polgári védelem területén, amelyet a saját adott közösségükben tudnak terjeszteni, de részt vesznek például prevenciós anyagok készítésében, ezeknek a terjesztésében, de hát gondoljunk csak arra, hogy ugye a tanuló ifjúságnak mind általános, mind középiskolai szinten minden évben a katasztrófavédelem megrendezi az ifjúsági versenyt, ezeknek a lebonyolításában is hasznos szerepet töltenek be az itt közösségi szolgálat teljesítő diákok. Jó, akkor most a tűzoltó kollega be fogja nektek mutatni, hogy egy ilyen tekerstömböt hogy kell összeszedni, mert ugye mi nem össze-vissza hajtogatjuk, hanem a gépjármű fecskendőn, ahogy láttátok, úgy tekerstöm van fel. Helyezve, ezért tudjuk kigurítani olyan nagyon gyorsan. Tömlő használat, veszélyes anyagok besorolása, nyúlgát építése. Többek között ilyeneket is tanulhatnak a diákok az 50 óra során. A fiatalok ezeket nem csak mindennapjaikban hasznosíthatják, hanem katasztrófa helyzetben a közszolgálatába is állíthatják megszerzett tudásukat. Az oktatás pedig nem csak az elméletre korlátozódik, a tanulók az elhangzottakat a gyakorlatban akár azonnal ki is próbálhatják.